Gyakorlott véradóként már több mint 40. alkalommal adott vért, legutóbb Zombán, Élésmárton helyi lakos. Katonaként kezdte, azóta is a segítő szándék motiválja. Másnak biztos, hogy nagyobb szüksége van rá, és hogyha az ember teheti, akkor miért ne adja, jó cselekszik azokkal, akik esetleg betegek, és az életük függ tőle. Ez a segítő szándék az megvolt mindig alapban, megvolt bennem. Volt ismeretségi körbe, akinek szüksége lett volna rá, és éppen akkor nem nagyon volt. És akkor ez egyre jobban megerősített abban, hogy ez egy elég fontos dolog. Tehát ha az ember teheti, akkor adjunk vért. Túlóráztak a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai Zombán, hiszen a tervezett 2 órás véradási idő alatt nem került sor mindenkire. Több mint 30 önkéntes véradó nyújtotta kezét a helyi művelődési házban. Most 38. alkalommal jöttem vért adni. Jó tapasztalataim vannak, nem volt eddig semmi problémám. És hát segítő szándékkal jön az ember, hogy rászorulok, akik a kórházban vannak, azok kapjanak vért. Én még hála Isten nem voltam kórházban. Nem tudom, hogy mi az, hogyha szükség lenne vérre, és nincs, az nagyon nagy probléma, gondolom, és ezért jövök, hogy legyen megfelelő mennyiségű vér. Hát ugyanaz szerintem a menet. Szerintem van, aki fél egy kicsit a véradástól, ez miatt, a vírus miatt, de szerintem nem, nincs olyan nagy probléma, vagyis én nem félek. A kijárási korlátozás idején is lehet vért adni, közölte honlapján az Országos Vérellátó Szolgálat. A koronavírus nem terjed vérátvitellel, azonban változtak a véradók kiszűrési kritériumai. Azért, hogy védjék a véradók és a vért kapó betegek egészségét, az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző intézkedéseket vezetett be. Ilyen például, hogy minden személy külön golyóstollat kap, amit ezután hazavihet, ezzel is csökkentik a fertőzés esélyét. A Vöröskeresztet az Országos Vérellátó Szolgálat egy előszűrésre kérte fel, tehát ez változott, hogy aki 30 napon belül külföldön volt, vagy a családtagja, ő nem adhat vért, illetve nem jöhet be a véradás helyszínére. Tehát itt ezzel kapcsolatban az a plusz feladatunk, hogy erre előszűrjük a véradókat. Egyrészt úgy, hogy amikor hívjuk őket a véradásra, vagy toborozzuk, akkor tájékoztassuk őket erről, akár minden fórumon. Ha valaki mégis nem hallotta, vagy nem tud róla, akkor minden esetben a véradókat megkérdezzük, illetve a kollégák megkérdezik, mielőtt a véradás helyszínére bemennének, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzon. Tehát ezek az óvintézkedések, amik még pluszban vannak, valamint az, hogy ugye a véradó helyszínen lehetőleg minél kevesebben, tehát annyian tartózkodjanak a hány ágyban, illetve aki éppen a sorra kerül a vizsgálatok során, tehát a többieknek a viradó helyszínen kívül kell lehetőség szerint várakoznia. A mostani véradásainkon igyekszünk meglepni még a húsvét utóhatásaként a viradókat pár milkatojással, és hát ezt is ők maguk veszik ki a dobozból, tehát nem úgy van, mint régen, hogy a kollégák megfogják, átadják, stb., amikor megköszönik, hogy eljönnek a véradásra, hanem és minden egyéb egyes tevékenységünkkor igyekszünk ezt tartani és felhívni mind a véradók figyelmét, mind a lakosság figyelmét arra, hogy megfelelő távolságot tartson, lehetőség szerint vásárláskor kesztyűt használjon. Igen, nagyon örülünk, hogy ebben a helyzetben többen eljöttek, mint ahogy szokott lenni. Tehát 31 fő jött el és adott vért, nyújtotta a karját, ami ebben az időszakban nagyon fontos, és állásan köszönjük azoknak, akik megtették, hiszen az egészségügynek ugyanúgy szüksége van a vérre, mint eddig. Rendben van, hogy elhalasztanak bizonyos műtéteket, amik tervezettek voltak, de azért a napi gyógyítás, a napi életmentés, a napi felhasználás ugyanúgy van, hiszen azért az élet nem állt meg, hál' Istennek, sajnos ugyanúgy vannak balesetek, de ugyanúgy vannak betegek, akiknek a gyógyulásához vérre van szükség, és folyamatosan szükség van a friss vérre. Első a viradó egészsége. Tehát ha bármi elváltozás vagy változás van, amit ő nem is érez, de a vizsgálat kimutatja, akkor kiszűrésre kerül azért, hogy az ő egészsége semmi módon ne tudjon károsodni, ne károsodhasson, és ezt ott a kivizsgáló állapítja meg, hogy mennyi időre,
Természetesen ezt közlik vele, tehát megbeszélik, és a lényeg az a dologban, hogy következő alkalommal, egy hónap múlva, vagy bizonyos időszak múlva ismét adhat vért, és természetesen szeretettel várjuk. Tehát az, hogy ott és akkor abban a pillanatban nem adhat vért, az egy pillanatnyi állapot. Gondolom, hogy Tolna megyében jó a véradó kedv, tehát az új véradók száma is elég szépen alakult, tehát van utánpótlás. Ez köszönhető valószínűleg a toborzásnak, köszönhető a véradók belső indítatásának, hogy családokban hagyomány vért adni, vagy iskolákban a 18. születésnapjukat a középiskolások véradással ünneplik. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Természetesen ezzel együtt azt is el kell mondanom, hogy ez a helyzet azért hozott olyan eseményeket, dolgokat, hogy hát van, aki nem elég bátor, van, aki úgy gondolja, hogy ő most inkább nem. Vannak olyan véradó helyszínek, amelyek nem vállalják a véradást. Tehát ha helyben a hivatal, vagy aki a helyet adja, ugye nem vállalja a véradást, tényét, a véradás eseményét, akkor ott nem tudunk véradást tervezni. Tehát ezek kiesnek. Tehát ezért azt kell mondjam, hogy az eredeti tervhez képest azért csökkenés tapasztalható, de hát ez a helyzet hozta ezt magával. De úgy gondolom, hogy eddig az időszak, igényt tegnap néztem a jelentéseket, tehát egy olyan 4-500 fős elmaradással vagyunk, de hát ez valamilyen módon természetes is. Én bízom benne, ha itt a helyzet rendeződik, akkor az emberek viradó kedve is növekedni fog, de látható itt a tombai példán is, illetve a többi területen is azért szépen, Pakson is nagyon szépen jöttek a városi véradásra a viradók, és Tamásival, Vöröskereszt irodába ilyen heti-kétheti rendszerességgel kinyitjuk a házat véradás céljából. Tehát azért igyekszünk lehetőségeket teremteni arra, hogy a véradóknak legyen helyük, alkalmuk, módja vért adni. Egy véradás alkalmával 450 ml vért vesznek le, mely elegendő három ember életének a megmentéséhez.